Balási Gyulának a cégei fogják ezeket a feladatokat elvégezni, akár kommunikációs, akár rendezvényszervezési tevékenységről van szó. Ez ugye úgy alakult ki, hogy az elején kiírtak egy jó nagy összegű keret ami több évre szólt. Ezt akkor megnyerték páran, és ahogy így szépen múltak az évek, már senki másnak nem volt állami rendezvényekkel, a kommunikációval kapcsolatos referenciája csak a balási cégeknek, úgyhogy szépen leszalámizták a teljes piacot. Tavaly kilenc ilyen helyreigazítási pert indítottak ellenünk, mindet megnyertük, mert mi az igazat írjuk. Pályázhatnánk arra az egymillióra. És <laughs> feladatokra én. Nem, nem, én mi, a, jó mi a kedves nézők rólunk. és hallgatóknak az egy százalékára pályázunk. Meg a egyéb támogatásokra is. Jó napot, jó estét, jó reggelt, mindenkinek a megfelelő napszakot. Ez itt a Best of Átlátszó, vagy Best of Mutyimondó, az a része az Átlátszó podcastnek, amikor egymás között beszélünk azokról a témákról, amelyekkel egyébként az elmúlt időszakban foglalkoztunk. De mindent megelőzően beszéljünk egy kicsikét magunkról. Itt van velem Erdély Katalin az átlátszó főszerkesztő helyettese, Katus Eszter, illetve Segesvári Csaba az átlátszó munkatársai, újságírói, én pedig Hont András vagyok. Tudják, aki miatt leszokták mondani az előfizetést azok, akik nem szoktak előfizetni az átlátszóra, tehát nagyon szépen kérem, most még május 20-a előtt, aki teheti az az 1%-át az átlátszónak utalja el, mert nem kell minket szeretni, de nélkül a funkció nélkül azt hiszem nagyon nehezen tudna létezni egy társadalom. És hogy erre egy példát is mondjunk, Kati, és mondom, hogy magunkról beszélve, nem régen jött ki egy híra a sajtóperekről, mármint a magyarországi helyreigazítási perekről, amely azt az eredményt hozta, hogy... Szokás szerint azt az eredményt hozta, hogy a Kormány propaganda, tehát Origo, Magyar Nemzet, MediaWorks, TV2, stb. Ez az egész média birodalom. Ők vesztették tavaly is, mint a korábbi években is a legtöbb sajtópert. Ugye itt a helyreigazítási perekről beszélünk, tehát amikor megírnak valamit, ami hazugság, vagy teljesen, vagy nagy részben, és akkor az érintett, akiről írnak, elmegy a bíróságra, beperdi őket, és a bíróság is megállapítja, hogy igen, ti hazudtatok. Úgyhogy megint az jött két tavaly, a magyar nemzet lett a rekord, de egyébként ezt itt cserélgették. Tehát egyik évben az origó nyeri ezt a versenyt, most épp a magyar nemzet, és kikértük a független médiára vonatkozó adatokat is, itt elenyésző összesen kettő. Teljes és két részleges elmarasztalás született, viszont nagyon büszkén mondhatom, hogy az átlátszó ellen egy se. Tehát tavaly kilenc ilyen helyreigazítási pert indítottak ellenünk, mindet megnyertük, mert mi az igazat írjuk. Tegyük azt hozzá, hogy itt nem csupán arról van szó, hogy az egyik politikai oldal perli a másikat, vagy az egyik világnézet a másikat, a propaganda nem propagandát, hanem minket perelni szoktak olyanok is, akik politikailag nem feltétlenül értelmezhetők. Tehát hogy nem arról van szó, hogy a kormány perel minket, hanem írunk valami zavaros üzleti ügyről, akkor fel van mélyen háborodva. Az érintett. Az érintett nyilván, nem elmegy a bíróságra nincünk. és elveszti. Tehát, hogy ö, nem, nem csupán arról van szó, hogy a kormány visel dolgairól írunk ezt, azt és ezt a kormány nem tudja megvinni, hanem bárkiről. Egyébként adott esetben ellenzéki szereplőről is. Viszont, ha már itt tartunk, Ugye az átlátszó szerepet vállalt az integritás hatóság munkájában, amelyet az Európai Unió követelésére állított fel végül a magyar kormány, vagy annak a nyomásnak elegettéve, ami az eurós pénzek körül volt. Mi a helyzet most az integritás hatóságban, mert itt Eszter képviseli az átlátszót, képvisel minket. Igen, ugye nemrég vettem át ezt a megtisztelő szerepet a Bodoki Tamás főszerkesztő úrtól, ő ugye kapacitási emiatt nem nem tud már jelen lenni. Most én járok a korrupció ellenes munkacsoportnak az üléseire, ezt úgy kell elképzelni, mint egy képviselőtestület ülés, körbejük az asztalt, ott vannak a kormányzati szereplők, az integritáshatóságnak az embere, illetve a civileknek a képviselői, például a Transparency International, meg a K-monitornak, illetve egyéb beválasztott civil emberek, képviselők és hát ott jelentéseket kell véleményezni. Nyilván ez inkább ilyen jogászkodás, tehát hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy mi most ott bíróságot játszunk, hanem javaslatokat kell megfogalmazni, előterjesztéseket kell írni, hogy mivel lehetne a korrupciót megelőzni, Tébként közbeszerzésekkel kapcsolatos javaslataink vannak, és ezeket megpróbáljuk ugye keresztül vinni. A végén születik egy ilyen konszenzusos döntés, hogy a kormányzati szereplők, vagy a kormányzati szervezetek részéről, mondjuk ott mondjuk a gazdasági versenyhivatal vagy a közbeszerzési hatóság, hogy az ő részükről, vagy a miniszterelnökség például, hogy ők mit tartanak elfogadhatónak, illetve hogy a civilek mit, abból lesz egy ilyen válogatás, azt benyújtjuk, mint egy ilyen éves jelentés, és hát akkor ugye kérdés, hogy erre majd a kormány mit reagál, hogy megfogad-e belőle valamit, vagy megvalósít-e valamit, vagy nem. Viszont az integritás hatóság reagált annyit a saját szerepére, hogy ha jól láttam a kommunikáció ból nem fog kimaradni, vagy a kommunikációs versenyből, tehát ha megint csak jól olvastam tőled, szép nagy összeget fog elkölteni a saját fényezésére. Hát ugye egy milliárd forintot terveznek két év alatt erre fordítani, ugye 70%-ra vállalt a kötelezettséget, tehát nem biztos, hogy a teljes keretösszeget ki fogják meríteni, és hát többféle kommunikációs tevékenység, ugye kampányok, reklámok, a megszervezésére, meg hát egyáltalán, ahogy ugye kommunikálnak a társadalom felé. Mindeközben ugye pont most a bíró Ferenc elnök úr napokban ugye azt nyilatkozta Brüsszelben, hogy hát nem nagyon tudja az integritás hatóság azt a feladatát ellátni, amiért ugye létrehozták, meg amire hivatott lenne, mert hogy ugye nincs elég jogkörük, és azért ugye hiába tárnak fel eseteket, hiába viszk végig a vizsgálatot, a végén ugye ők maguk nem indíthatnak például, egy rendőrség eljárás, csak javaslatot tehetnek, hogy induljon rendőrségi eljárás, aztán ha az nem indul, akkor nem indul. Tehát, hogy nekik is meg van kötő a kezük etére. Hát nem nyomozati szerep. No, akkor vágjunk bele a témáinkba. Annyit el kell mondanom előjáróbb, hogy az Átlátszó vidéki tagozata, illetve a vidéki tagozatának egy része ül itt. Vannak még mások is, vas Vasmegyéig, az Átlátszónál dolgoznak, de Szerintem ez is fontos dolog, ha már, ha már magunkról van szó egy kicsikét, hogy mi nem négy évente megyünk le vidékre, illetve országjárásra indulni, hanem folyamatosan ott vannak a tudósítóink az ország minden pontján, és ti meg a eleve különböző vidéki településen laktok, agglomerációban, Dunántúlon, Dunatisza köze, illetve Tiszántúl határán pont, és a témák, amivel foglalkoztatok, egyébként Eszter kivételt képezel ez alól majd te, azok ilyen nagyon vidékbe vágóak voltak. Kezdjük először Csaba veled. Nagyon büszkén jelentette be a szegedi önkormányzat ezelőtt két hónappal talán. Tavaly ősszel. Tavaly ősszel először, igen, tényleg, és aztán két hónap. Tényleg, tényleg, hogy rohan az idő? Hogy a BYD kínai elektromos autókat gyártó cégnek a gyártelepe a Szegeden lesz, és ugye ebben azért vannak ilyen, hogy is mondjam, csak furcsasságok, vagy bizarr dolog, mert ugyanez nem akkumulátorgyár, de elektromos autónak akkumulátorokkal kell működnie. Tehát, hogy a hazai akkumulátorgyártást, vagy legalábbis felhasználást csökkenteni nem fogja. Hát, illetve kínai beruházás. Miközben Szeged az egy nemhogy ellenzéki vezetési város, hanem a bástyája. Bizonyos szempontból az ellenzéknek 2010-ben az egyetlen megyei jogú város volt, amit nem vett át a Fidesz irányításában. Na mi a helyzet a BYD beruházással? Hát, ugye ez is jó példa arra, hogy az, ez a beruházás az a párt érdekeket. Tehát, hogy a, amikor arról beszélünk, hogy perelnek minket akár egyik, akár másik oldalról, tehát az átlátszó az ügyek mentén dolgozik. Nem arról van szó, hogy mi ellenzéki újságírót vagyunk, vagy ellenzéki újságot írunk, mi ügyekről írunk. Ez a BYD is egy hasonló. Ugye azt tudni kell, hogy mire a polgármester úr, illetve Szijjártó Péter bejelentette ezt a beruházást, az, az tavaly ősz volt, addigra már sejteni lehetett, hogy valaki érkezik ide. Tehát ugye a kormányzati titkolózás az nem változik, és ebbe a sorba szépen belát a szegedi önkormányzat is nem túl kommunikatívak. Tehát maradjunk annyiba, hogy ez pártokon fölüli projekt lesz. Ami ennek a történetnek a legnagyobb szomorúsága vagy furcsasága, az a föld ami ezzel az egész gyárépítéssel jár. Ugye mi tavaly először írtuk meg, hogy a PIK megvásárolta az, a szegedi önkormányzat, Ugye ezeket a PIK földeket még 2007-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő adta el Csányi Sándor egyik érdekeltségének, mint iparterület, ezeket vette meg a város, majd adta tovább idén januárba a BYD-nek. Ez is egyébként egy teljesen szürreális dolog, hogy a kormány médiát meghívják rá egy ilyen nemzetközi beruházás bejelentésére, és egy ellenzéki polgármester ott, ott, beszélget velük teljes békességbe. Mondom, ezt lehet pártokon fölül átívelő együttműködésbe létrehozni. Lényeg a lényeg, hogy ugye rengeteg földet kisajátítanak, és, és ugye ezzel az van, hogy azt mondja az önkormányzat, tehát mindenki mutogat mindenkire. Van egy kormányhivatal, aki meghatározza, hogy mennyibe mennyit ér egy hektár föld, mint szántó. Van egy önkormányzat, aki azt mondja, hogy hát azért fizetünk csak ennyit, mert ezt mondja a kormányhivatal, és van egy BYD, aki ennek a sok, sokszorosát kifizeti az önkormányzatnak, már mint iparterület, de még semmi nem történik. Most már egyébként jól látszódik, hogy dolgoznak a gyár építésén, mert elkezdték a fölső talajréteget réteget elhordani, körbekerítésezték, már kikerült egy tábla is itt, hogy gyár épül. Szerintem ez nem egy szép történet, és nem is elegáns. És nem csak a szegedi önkormányzat részéről, hanem a kormány részéről is. De az látszódik, hogy itt erővel mindent le lehet tolni. Tehát, hogyha kell, akkor a gazdál... Földeknél maradjunk egy kicsikét, azért egy fokkal azért ez elegánsabbnak, meg jobbnak tűnik, mint mondjuk az Audi földeknél történt, ahol a teljes hasznot azt önkormányzat közeli, kormány közeli vállalkozók idézően négyszer fölözték le itt, ha jól látom, ennek a föld drágulásnak az önkormányzat haszonélvezője, ami mégiscsak közpénz, illetve köztulajdon. Nem csak a az Audinál, hanem például amikor utána kérdeztem a Kecskemétnél, a Mercedes építésnél is már előre meg volt az a 300 hektár egy kézbe, amit eladtak. Hogy, hogy nyerészkedik-e az önkormányzat? Ugye ez volt a viszont a cikkünkre, hogy az önkormányzat nem nyerészkedik. Akkor egy számot hagyj idézek. Tehát a, a teljes földkivonás, ez a cikk még nem jelent meg, amikor ezt a podcastot fölvesszük, ez később lesz. Tehát teljes földkivonás minden költségével együtt még mindig töredékében van, amit az önkormányzat beval, ahhoz képest, amit elad a BYD-nek. Lehet azt mondani, hogy ez nálam maradhasson meg minden, akkor azt mondom, hogy elveszek emberektől földet akkor miért nem fizetem őket ki tisztességesen? Erre mondom, hogy egy fokkal jobb, mert nyilvánvalóan azoknak az embereknek, akiknek kisajátították a földjét, fizethették volna ki legalább mondjuk a Két nagy és részét, és a... Tehát nem, nem nagy pénzekről beszélünk. Tehát ugye jelenleg azt mondja, hogy elvesz 190 hektárt. Tehát a földvásárlás az nem úgy működik, hogy holnap lemegyek a közérbe és veszek 10 hektár helyett másik 10 hektárt, mert elvették tőlem. Tehát nem tudok földet venni. Nem csak most nem tudok, korábban se tudtam. Tehát aki, aki, valaha földet szeretne venni, az azzal szembesül, hogy nem tud. És innentől kezdve például, hogy ott van egy gazdálkodó, és gazdálkodott 20 hektáron, neki onnantól kezdve a munkagépeit másik területre kell átvinni, ami lehet, hogy onnan 60 kilométerre van. De igazából ezzel sem lenne semmi gond, mert mondjuk azt, hogy legyen a fejlődésnek ez az útja, az iparosítás. De a legérdekesebb az egész történetben, hogy van egy földvédelmi törvény, van egy agrárminiszter, akik folyamatosan arról be, aki folyamatosan arról beszél, hogy ők a gazdákat támogatják, megvédik a magyar földet. Ehhez képest azt látjuk, hogy jön ide egy külföldi beruházó. És így mindent letarolnak előtte, minden akadályt elhárítanak, mindent megcsinálnak, és a kínai beruházó, amellett, hogy elegyengetik az útját, iszonyatos pénzzel megtámogatják, hogy ő itt építkezzen. Mindjárt szóhoz hagyjuk jutni a lányokat is, de egy apróság ez a. Az a része az országnak a Dél túl Dél-Kelet-Magyarország kifejezetten Csongrád és Bács kiskun megyének az a része, amely ott fekszik ez rengeteg mezőgazdasági, meg mezőgazdasághoz kapcsolódó vállalkozás van gépgyártástól a, a, drónnal való permetezésig, meg is A legnagyobb bajuk, vagy a legnagyobb panaszuk az, hogy viszont abból a fajta iparfejlesztésből a térség kimaradt, ami jellemző volt az ország más területeire. Én abszolút egyetértek ezzel, de nekem van egy ilyen vesző paripám, hogyha megnézzük a posztszocialista országokat, és kedvencem Lengyelország, és mondjuk a lengyel mezőgazdaságot, akik hát ilyen hasonló helyzetből indultak mint mi és jelenleg Európa legnagyobb exportőre, és nem csak Európa, hanem rengeteg helyre. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy egyébként persze a mezőgazdaság ból Nem lehet megélni, meg a mezőgazdaság. Meg lehet, nagyon jó, meg lehet. De hogy a, a mezőgazdaság és a szolgáltatások aránya mondjuk egy nemzeti összterméken belül, az már hátré szorul a mezőgazdaság. Tehát könyörgöm, hogyha egy Lengyelország meg tudta csinálni azt, hogy úgy koncentrált forrásokat, vagy Csehország, ahol a termelés és a feldolgozóipar egy kézben marad, magyarán a profit náluk keletkezik, akkor akkor számomra fölfoghatatlan, hogy itt nem csak gépgyártásról nem beszélünk fejlesztésben, hanem egyéb másban se. Tehát a szántóföldi kultúráknak a növekedése az, az nem egyenlő a mezőgazdaság fejlesztésével. Nem voltam felkészülve arról, hogy a lengyel mezőgazdaság részleteiről kell, vagy beszél, hogy is mondjam, ez nincsen meg séróból, de ha már itt tartunk, amihez aztán szintén nem értek, már nagyon-nagyon érdekes témák. Katita foglak, ha már igazi, tehát belehúztál az elmúlt időszakban a, a kisgazda részébe a Oknyomozásnak írtál méhészetről is, sőt egy budapesti vidéki projektről, a, ami azt hiszem a legcukibban megjelent az elmúlt időszakban. Hogy igen, néha építelek, nem mi megyünk vidékre, hanem a, a vidék jön hozzá, Budapestre. Igen. Úgy, úgy, igen. Hát melyike kezdjem, említette Csaba az agrárminiszter urat, hogy ugye megvédi a gazdákat, na a méhészeket is. Mondta, hogy megvédi, csak, csak ilyen sajátos módon, mert ugye... Meg téged az agrárminiszter. Úgy, úgy, mint a nyugdíjpénztárakat, Szerintem ahogy, a igen, Azok sincsenek meg. Hát ugye a szegény szegény méhészek is nagyon csalódottak, mert február elején még hívta őket az Agrárkamara tüntetni, ki is mentek egy csomóan záhonyba, hogy Brüsszel ne engedje be ide az ukrán termékeket, mert azok olcsóbbak, és akkor ugye a magyar gazdáknak veszélybe kerül a megélhetése, mert a cégek inkább az olcsóbb ukrán fogják megvenni, mint a magyart. Ők ott tüntettek, tíz nappal később, meg mindenféle előzetes értesítés nélkül a kormány eltörölte az ukrán méznek az importilalmát, azóta jöhet be az olcsó ukrán méz, és ugye a méhészek azok emiatt kétségbe vannak esve. A minisztérium azt közölte, hogy erre az exportra dolgozó csomagoló cégek miatt van szükség ez egy ilyen nagyon, nagyon kusza, meg szövevényes történet, de a miniszter úr azt többször előkerül benne, mert egyébként ő méhész, és még jóval azelőtt, hogy miniszter, sőt egyáltalán bármiféle politikus, polgármester, vagy ógyi képviselő lett volna, ő maga is dolgozott az egyik ilyen nagy mézes cégnek. Azóta meg ugye jár kell a céghez ilyen különböző dolgokat átadni, mikor kapnak állami támogatást. A másik dolog, meg amikor a vidék jön Budapestre, igen, tehát hogy így akkor no, így megdörzsölöm én a szememet, mázas, hogy jól látom el, mikor tetszűr. ugye Eszter is ismeri a közbeszerzés értesítőt, hát nem egy, nem egy, hogy is mondjam, izgalmas olvasmány, tehát ilyen, ilyen nagyon sűrű, na de úgy, hogy nem egy ilyen képes könyv. És akkor azt látod, hogy csűrépül Budapesten. Nem tudom, milyen hány ezer négyzetméteren is csillogó cseréptető lesz rajta, de hogy mikor épül, meg mennyiből, azt még nem is tudjuk. Tehát itt, amiről szó van, hogy egyáltalán a tervezése a Városligettől körülbelül 10 perc sétára, csak a tervezése lesz 4 milliárd forint. A jelenlegi tervek szerint, tehát hogy lehet, hogy ez még 5 lesz, vagy 8, még nem tudjuk, igen, de ezek vannak rá vannak. Van egy van, van vicces csűr, <laughs> Vacsír. kell csür. Szegedhez csatolni, né, és akkor meg és Budapestet igen. fölosztani. Igen. Klauselteret van. Na, és uh, mit látunk ebből esztétikailag, vagy bármi? Már oké, most csak most fogják tervezni, de mi ennek az alapja egyáltalán, hogy ez, 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 ez mi, miért merül fel? Ez a Magyar Művészeti Akadémiának lesz egy, lesz egy újabb projektje. Ugye ezt a Magyar Művészeti Akadémiát, ezt már még a múlt században megalapították, művészek, színészek, tehát mindenféle ilyen, ilyen a alkotó ember. a -e, 2011 ben Nem, a nem, mondan. nem, nem, nem. Akkor emelte fel a Fidesz, mint államilag, ja, és ne, a nemzet érdekében fontos dolog, de ez valamikor, az emlékeim szerint, ha, ha jól emlékszem, akkor sokkal régebben alapult, csak a Fidesz így felkarolta, és... Beleírta konkrétan az alkotmányba. Beleírt az alkotmányba, igen, hogy ez nekünk aztán nagyon kell, adtak nekik egy csomó ingatlant, még több közpénzt, az ajándék ingatlanoknak a felújítására is egy csomó közpénzt, és most ez lesz egy, nem tudom, valami építészeti, én most nem akarok hülyeséget mondani, valami építészeti gyűjteménynek lesz a helye ez a csőr, ha jól emlékszem. És hát egyszerűen ennyi, hogy az állam, állam ezt támogatja, ezt a projektet, minden erejével, tehát hogy mi az adó fizetők fogjuk Van ennek ezt, tehát egyébként... hogyha az állam támogatja, az akkor az, a, az, amikor kijelölünk valakit önkéntesnek. Van ennek egyébként előképe ott, ugye a Vajdahunyadvára, a Városlégedben az ez a milleniumra épült Magyar Disneyland, és az egyik egy legnevetségesebb projekt volt abból az időszakból. Ugye ott volt a mezőgazdasági múzeum. No, jóbornak is kell a cégért, tehát ugye ezt minden el kell mondani. Van, van erre, a, hogy is mondjam, az államunknak egy külön szerve, aki kellően megreklámozza mindezeket a tevékenységeket, te foglalkoztál vele az elmúlt időszakban, kiről is van szó? <laughs> Látom, nagyon szeretnéd hallani már ezt a nevet, vagy nagyon. biztos <laughs> neki más is, meg ő maga is biztosan nagyon szeretne már szerepelni az átlátszó podcastben. Balási Gyula és cégéről van szó, ugye a Nemzeti Kommunikációs Hivatal amikor 2014-ben létrejött, ugye az volt a cél, hogy majd rajtuk keresztül olyan üzenetek fognak eljutni az országba, minden állami cégen keresztül, ami a Alkalmazkodik a kormányzati kommunikációhoz, ugye legyen szó bármilyen is ez esetben. Ezért aztán mindenféle rendezvényt, meg kommunikációs tervet be kell nyújtani a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnak, vagy NKOH-nak, így talán rövidebb, ők pedig ott eldöntik, hogy akkor ezt most visszaadják, és akkor megvalósítatott saját pénz vagy saját körülmények között, vagy ők lefolytatják neked az eljárást, ez már ugye kicsit netesebb, nem szólhatsz bele, illetve az egészet magukhoz vonják, és akkor meg aztán végképp nem tudsz semmiről semmit, csak a végén egyszer csak megjelenik, hogy meg megszerveződik a rendezvény. Ha az utóbbi eset van, meg az egyel előtti, akkor nagy valószínűség szerint a Balási Gyulának a cégei fogják ezeket a feladatokat elvégezni, akár kommunikációs, akár rendezvényszervezési tevékenységről van szó. Ez ugye úgy alakult ki, hogy az elején kiírtak egy jó nagy összegű keret, meg a lapodást, ami több évre szólt, ezt akkor megnyerték páran, és ahogy így szépen múltak az évek, már senki másnak nem volt állami rendezvényekkel, meg kommunikációval kapcsolatos referenciája csak a balási cégeknek, úgyhogy szépen leszalámizták a teljes piacot, úgyhogy ma már ott tartunk, hogy bármilyen jellegűt írnak ki, az szinte biztos, hogy ennél a cégcsoportnál fog landolni, és hát ennek nyilván az a következménye, hogy ha nincs verseny, akkor bármilyen árat meg lehet szabni, mert hát úgyis az lesz, amit te szeretnél, olyan összegért. És nem lefele alkodnak azért, hát. ezt tegyük hozzá. saját magaddal, ha nem kell versenyezni, <laughs> akkor nem, nem biztos, nem, hogy nem olyan nem csóban akarsz teljesíteni. Jó, de ez rendszer egyébként úgy néz ki, volt erről egy már szó, talán pont a transzparencisekkel beszéltünk itt erről, hogy ha, és ha már nagy koalíció, hogy ahogy telnek az évek, arról az is történik, hogy a szakemberek tényleg el, mennek hozzájuk. Tehát, hogy, nem hogy tudnak hogy nem is tehát már egy, egy ponton túl nem arról van szó, hogy meg kell bundázni, és oda kell neki, hanem az, hogy effektíven nincsen más. Hát ez egy önkerjesztő folyamat. Hát meg a referenciák. Ugye a Mészáros Lőrinc építőcége is így nőttek nagyra, hogy eleinte úgy megnyerték a tendereket ilyen érdekes módon, és egy idő után meg azért, mert már csak nekik voltak referenciáik, hiszen ők nyerték hát a Hát egy országban nincs két vasútépítőcég, tehát hogyha most kiírnék egy tendert, tök mindegy, hogy milyen oldalról, hogy építsen vasúti pályát, nincs másnak gépe. Na jó, de azért kommunikációs piac az ennyire nem egyszerű, tehát azért ott lennének még cégek, csak hát ugye mivel állami referenciát nem tudnak felmutatni, mivel nem kerültek be a több éves keretmegalapodásba, ezért nem tudnak indulni. Jó lenne egyébként ezzel kapcsolatban csomó nemzetközi összehasonlítás, mert pont ha már vasúti atszóborszat, hogy nincsen két vasúti építő cég, az még hagyján, de ugye a vasúti műszaki tartalom, a, a digitális az nagy, világszerte nagyon-nagyon-nagyon kevés cég. Kettő-három, amelyik szóba tud jönni akkor, amikor mondjuk vasat a ők se szemérmesek, amikor arról van szó, hogy... Hát de ez az informatikai cégeken át, ott ugyanez van. Tehát ugyanez a keret megállapodásos módszer, van ugyanez a rendszer, erről majd nem sokára szintén fogunk. De nem mindenhol egy pár éve meg kórház takarítás, bejött ez, hogy izé, most eldönték, hogy a következő három-öt évben 30. ki fog, 20-30 évben ki fog valamit csinálni, és akkor azt csinálja is. Szerintem céget kéne csinálnunk, inkább referenciálunk. Én arra gondoltam, a... hogy ha már szóba került itt a Integrációs hatóság? Integrációs in in ne, Nem, nem az... hatóság. <laughs> össze a Valamelyik, hogy pályázhatnánk arra az egy milliárdra. és feladatokra. Nem, 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 mi, szóval a, mi a, kedves nézők rólam. és hallgatóknak az egy százalékára pályázunk. Meg a a egyéb támogatásokra más. is. vagy ha nem, akkor kisajátítjuk. Kisajátítjuk. Vagy küldjenek pénzt, hogy... Igen. Építhessünk Lehet, hogy tönkre megyünk, de mi legalább jól elszórakozunk ezek, mindezekkel. De ez a referenciánk, meg tapasztalatunk, szaktudásunk meg. Van, lehetne az, hogy mondjuk egy, mit tudom, csűrképével díszített kommunikációs tendert nyújtunk be, amelyre megkérjük a BYD-t, hogy szponzorálja meg a gázpromot. nekünk nem is kell a Balázs, például, mert most már ugye a Cöf is nekünk kampányon megint, tavaly is, idén is megint kiültek, és végig mondták, hogy az átlet, szó szóval hány adatikénylést adott be, hány cikket írt, és így ezáltal a közpénzek jó, elköltése átláthatóbb, úgyhogy köszönjük szerintük ezzel mi Hát nekik van. ez, ez számukra, tehát szerintük ez, ez, valami bűn, vagy nem tudom, valami csúnya dolog, de mi erre büszkék vagyunk. Mondjuk igazán írhatnánk akkor karácsonyékról is, meg az elszáradó tölgyek. Ről. ami de kivirágzott. Szokt, de, de szoktunk, hát írtunk fővárosi is. Ja, tényleg, csak hát az ellenzéki hát... Szegedről is írunk. Vere, Pőle, Na hát. Most ugye hogy perünk, is volt, a ami perünk is volt ugye az Uglóban szintén ellenzéki vezetés. Most most nyertünk adatpert ugye pont amiatt, mert hogy el akarták titkolni, nem is ők, hanem azok a cégek, akik nekik dolgoznak, ugye egy állami megbízást, vagyis hát, önkormányzati megbízást, ugye aszfaltozásról van szó, és nem akarták kiadni milyen áron változnak. Igen, hát közpénz... ezek tök jól mutatják, hogy minket nem érdekel, hogy milyen színű a polgármester, vagy a bárki, hanem az ügyek az érdekesek. És egyébként ráadásul hozzáteszem, hogy nem is mindig kavarja fel őket, amikor ezt a beszélgetést felveszünk, pont akkor jelent meg egy cikkem, ami ráadásul ellenzéki belháborúról szól, tehát mind az ellenérdekelt felek mindegyike ellenzéki. És ehhez képest, meg tudom mutatni nektek, mind a kettőtől kaptam egy SMS-t most, hogy nagyon korrekt cikk, köszönöm. Tehát nem, <coughs> ebbe, most erre írjam azt.

Hát milyenek vagyunk, korrektül. Köszönöm, hogy bemutattad a belharcunkat. nekünk. <laughs> <laughs> Köszönöm, hogy megsemmisítetted újabb a leír, Egyiket leírtam azt, amit mondtak. Tehát ilyen roppant egyszerű. Így <laughs> ja, a titoknak, a nyíksaknak már ez is nehézséget okoz. Ó, hogy ilyen, azt így el, amit mondanak. mondanak. Vagy egyáltalán megkérdezve. Mert, mert például a magyar nemzet ellen, a, ugye az elvesztett sajtóperekhez visszakanyarodva az egyiket ellenünk vesztették mert a cőf tartott egy sajtótájékoztatót, ahol ilyen blödségeket mondott rólunk, hogy milyen nemzetbiztonsági kockázat vagyunk, meg mit tudom én, és a magyar nemzet ezt ilyen kopi pénzt lehozta, anélkül, hogy megkérdeztek volna minket, és mi meg, meg bepereltük őket, Pedig és mi volna, hogy azok vagyunk nem, nem, nem vagyunk azok hát Jó, van egyébként van ebben valamiféle keserűség kiventilálás, most itt rajtunk most függetlenül ettől, tényleg az mit feltételeznek az emberek, kiugrá rajtunk, és a többi. legalább. De én igazából ezt soha nem is értettem, tehát ez a megmondják, hogy mit írják. Tehát beszélgetett már velem valaha valaki? Tehát, hogy így próbálják szóval már meg, hogy... Így, emberek. Hát igen, de hogy próbálják már meg a véleményüket rám, rám testelni. vagy én, meg... Én meg nem, nem sikerült, Tehát, hogy ez a külső irányítás, ez, ez elképzelhetetlen. Amit, amit gondol le. Most menő is úgy, hogy egymással az éket szoktunk veszekedni is. Tehát ez... Tehát mi meg... még saját magunkkal se értünk egyet. Nem, 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 hogy másoknak kövessük égen. az utasításait. Nem, nah, tényleg van ebben. Hát jó, akkor a ventilálással fejeződött be ez a... az átlátszó beszóval. Igen, nem baj, mert egyébként ennyiben bepillantás, hogy, hogy miként is működünk meg, hogy kik is meg az, hogy egyébként adott esetben meg is visel minket az, hogyha jobbról, balról, föntről, lentről. Tehát az is kiderül, hogy vannak saját gondolataink. Na csak. Szerintem, hogyha minden oldalról szidnak minket, akkor nagyon jól végezzük Igen, a akkor dolgokat. valószínűleg, hogy jó helyen vagyunk. Na jó. Ez volt a West of Mondó, az átlátszónak visszatérő saját témáival foglalkozó podcast adása. Katus Eszternek, Erdély Katalinak és Segesvár Csabának köszönöm, hogy beszélgetett velem. Köszönjük. Köszönjük.